Olvasmány Ózeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam meg fiamat. Én tanítottam meg járni Efraimot. Karomon hordoztam, mégsem ismerték el, hogy gondjukat viseltem. Puha kötelékkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt. Lehajoltam hozzá, enni adtam neki. Szívem elváltozott, egész bensőm remeg. Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom. Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember. A közöttetek élő szent, aki nem a harag tüzével jön. Ez az Isten igéje. Örömmel merítsetek vizet az üdvösség forrásaiból. Örömmel merítsetek vizet az üdvösség forrásaiból. Íme Isten az én üdvösségem. Bízom benne és nem félek, mert az Úr az én erősségem és dicsőségem. Ő lett nékem szabadulásom. Örömmel merítsetek vizet az üdvösség forrásaiból. Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, a népek közt hirdessétek tetteit, emlékezzetek meg arról, hogy fölséges az ő neve. Örömmel merítsetek vizet az üdvösség forrásaiból. Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dalokat művelt. Tudja meg az egész világ, újjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói, mert nagy a ti körötökben Izrael szentje. Örömmel merítsetek vizet az üdvösség forrásaiból. Alleluja, alleluja. Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Alleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Isten. Abban az időben a zsidók, mivel az előkészület napja volt, és a holttestek nem maradhattak a kereszten, megkérték Pilátust, hogy ő töresse el a keresztre feszítettek lábszárát, és vetesse le őket a keresztről. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. Elmentek tehát a katonák, és eltörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték el a lábszárát, hanem az egyik katona beledöfte láncsaját az oldalába. És ekkor vér és víz folyt ki belőle. Az tanúskodik erről, aki látta ezt, és az ő tanúság tétele igaz. Jól tudja ő, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert mindez azért történt, hogy beteljesedjék az írás, csontot ne törjetek benne. És ami az írás másain áll, föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged. Testvéreim, forduljunk bizalommal Urunkhoz és jó pásztorunkhoz, Jézus Krisztushoz, akinek szentséges szíve szeret bennünket, és minden ügyünkben gondunkat viseli. Légy Urunk főpásztora, lelki pásztorainknak, szentatyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy szíved szerint vezessék a rájuk bízott nyájat, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Támogasd, Urunk, az államfőket, hogy az igazság és a szeretet útján irányítsák népeiket a béke és a boldogulás felé. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hajolj le, Urunk, irgalmas szívvel a megfáradottakhoz, és könnyítsd meg számukra az élet terheit. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Engedd, Urunk, hogy hívő közösségünk minden tagja megbocsátó és irgalmas szívű legyen
a te szent szíved példája szerint, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Elhunyt testvéreink, szentséges szíveden lejjék meg az örök nyugodalmat, hallgass meg, Urunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, amely szívvel lélekkel rád hagyatkozik, és a te gondviselésedbe veti bizalmát. Maradj vele, éltesd és vezesd, szabadítsd meg minden bajtól, árazd el szent szíved áldásával, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké.